Sok szeretettel köszöntök mindenkit, most az előző Németh Sándorról készült videómhoz szeretnék néhány konkrétumot hozzáfűzni. Természetesen a teljesség igénye nélkül teszem, hiszen egy nagy történetről van szó. Németh Sándor tehát teljes politikai ellenszélben alapított egy gyülekezetet, melynek istentiszteleteit mára tízezrek és százezrek követi Magyarországon és szerte a világon. A környező országokban számos hídgyülekezetéhez tartozó gyülekezet van, miközben Magyarország szinte minden városában rendelkezik a gyülekezet saját tulajdonú ingatlannal. Sőt, mi több, távoli földrészek gyülekezetei delegálják a Szent Pál Akadémiába diákjaikat, amelyet Németh Sándor alapított. Németh Sándor egy olyan egyházat alapított, amely a legreprezentatívabb felmérés az 1%-os adófelajánlások alapján stabilan Magyarország 4.-5. legtámogatottabb egyháza. Több mint 100 teltházas összejövetelt tartott a Budapest sportcsarnokban. Emellett több ezret a budapesti hídparkban és más helyszíneken. És ha már a Szent Pál Akadémiát említettem, emellett a gyülekezet még több mint 10 oktatási intézményt alapított és tart fenn. Rendelkezik saját teológiai szakfolyóirattal, közéleti hetilappal, a gyülekezet és intézményei több száz embernek adnak munkát. Ahogy előző videómban is utaltam rá, ha Németh Sándor üzletember vagy politikus lett volna, sokkal sikeresebb és gazdagabb is lehetett volna, ha ez lett volna a célja, ahogy némelyek állítják. De akár az egyházi pályán belül is választhatott volna sokkal tehermentesebb, könnyebb utat, ő a nehezebbet választotta. Ezzel óriási társadalmi megbecsülést váltott ki, és a hídgyülekezete nem áll konfliktusban semmilyen politikai párttal, semmilyen szervezettel, leszámítva néhány marginális gyűlölködőt. Ez az út valóban sokkal nehezebb volt. A kommunista diktatúra éveiben Németh Sándor kőkeményen ellenállt minden típusú szétzillálási, felörlési kísérletnek, amely érkezett az állami egyházügyi hivataltól, szabad egyházak tanácsától, titkos szolgálatoktól. Aztán folytatódott ez a vegzatúra a rendszerváltás után is, nem kevés központi támogatással, szektakampány néven. De hála Istennek nem tudott ártani sem Németh Sándornak, sem a hídgyülekezetének a 98-ban megjelent hazugságokkal telített Bartus könyv és feljelentés sem, melynek nyomán aztán számtalan hatósági vizsgálat indult a gyülekezet és intézményei ellen, ezek semmiféle szabálytalanságot nem tudtak kimutatni. De érdemes most is megnézni, hogy kik támadják Németh Sándort. Olyanok, akik az életük során kudarcot kudarcra halmoztak, és semmilyen épkézláb, kreatív dolgot igazából nem tudtak létrehozni. Amikor pedig egy sikeres emberről végre elhangzik valami negatívum, akkor bekapcsolódnak a gyűlölködő kórusba, mert nyilván így éreznek némi enyhülést a lelki ismeretükben. Ez egy gyalázatos dolog. Végezetül pedig az említett szerző mostani főműve ott végzi, ahova való, a totális érdektelenségben. Viszont örömmel jelenthetem, hogy Németh Sándor és a hídgyülekezete Isten kegyelméből jól van, és készül örömmel és hittel a jövő kihívásaira.